két hónapos projekt, amit pont a mai nappal zárunk, és én úgy gondolom, hogy sikerre teljesítettük azokat a vállalásokat, amelyek ebben a projektben szerepeltek. De ugyanakkor nagyon lényegesnek tartom, hogy ez csak egy szempontból a vég, hiszen azt a projektet zárjuk, de valójában a kezdet, hiszen a munkadandárja, ami most fog következni, ennek a projektnek a célja pontosan az, hogy felkészítsen egy interdisziplinális kutatói hálózatot arra, hogy sikerre pályázzon a következő periódusban Európai Uniós, illetve más nemzetközi forrásokra ahhoz, hogy a nagy népegészségügyi kockázatokat jelentő betegségek területén olyan eredményeket tudjunk letenni az asztalra, amelyiknek nem csak elméleti jelentősége van, hanem gyakorlati hasznosításra is szóba jöhet. Ennek a céljából a projektben nem csak kutatókat vontunk be, amely kutatók egyrészt a Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézetének a kutatói, valamint a Debrecen Egyetem több intézetének a munkatársait jelentik, hanem külföldi kutatókat, valamint ipari partnereket is, akik segíthetik az ipari hasznosítás irányába a kutató gondolkodását egy kicsit terelni. Nagyon lényeges eleme volt a projektnek a fiatalok bevonása. Itt 60 fiatal vállaltunk, 70 fiatalt sikerült bevonni. Ennek egy része úgy történt, hogy meghirdettünk egy témapályázatot, és erre jelentkezhettek a hallgatók, és rendkívül izgalmas és érdekes ötleteket hoztak, ami egy kicsit célja is volt a pályázatnak, hogy irányítsuk a kutatói gondolkodást olyan területek felé, amelyek társadalmi szempontból is jelentősek. További feladat volt az, hogy pályázatokat készítsünk elő. Itt 5 pályázatot vállaltunk, ebből 2 már be is adtunk tulajdonképpen, ami úgy gondolom, hogy előre mutatja, hogy ebben is előre tudunk lépni. Az a cél, hogy ez a kutatói tím ez együtt tudjon maradni és tovább tudjon dolgozni. A kutatók imádnak kutatni, hát ez a lételem, ez forrás kell. Ez a pályázat lehetőséget biztosított előkísérletek végzésére is, amelynek következtében már közleményeket is írtunk, és ez ugyan nem volt indikátor, de ezeket a közleményeket is már egy részét be is küldtük, sőt van olyan, amit el is fogadtak, de össze fogjuk gyűjteni, mert erre szeretnénk építeni a további kutatási munkákat is.